A miénk a szokásos fekete összeállításban kezdik el a mérkőzést, mondhatjuk, hogy a mai napon a miénk lesznek a fekete párducok, a vendégcsapat, a szegedi alakulat pedig hát olyan szép világos kék felsőben játszik. A szegediek az esélyesei a meccsnek, azért, mert a tabellán is előrébb állnak, és az elmúlt hetekben is jobb eredményt értek el. Panna volt az, aki Borgyos Panna, aki kiharcolta a hetest, és reméljük, hogy be is dobja, megvan. Büntetőt érvényesítette 12-esben Borgyos Panna. Szóval Borgyos Panna azon a meccsen mutatkozott be az Orosháza ellen. Sok lerohanás gólt kaptunk, és hát a felállt védelemmel szemben is könnyedén találják meg a réseket. Most is van üres ember. Mikó Gréta már három gólnál jár, és nem ő az egyetlen, hiszen például Szabó Faninak 4 gólja van. 12-3 a meccs állása. Megvan Borgyos Panna, meg kell csinálni egyedül. Túloldalon jön Ekkergi, bent van! Ember hátrányból is be tudunk találni, bizony, bizony. 13-8, érjük el azt a tizet minél hamarabb. Jó második félidővel nyíltá vagy izgalmassá tehetjük. Hop, megvan, megvan. Ajjajjajjaj! A kutya fülét neki. Hát ezt nem hiszem el. Szegény Varga Nóri. Elkapkodtuk a nehezen megszerzett, a nehezen kibrusztrolt labdát. 3 másodperc, szerencsére ezt már nem tudják befejezni. 19-12-vel zárul az első félidő. Egyértelműen a szegediek dominálnak, sokkal jobb teljesítményre van szükség a folytatásban. 19-12-re vezetnek a félidőben a szegedi lányok a Balmazújváros NKK csapatával szemben, és hát az a kérdés a második félidőben, hogy kiálljuk-e a 7 próbát, és tudjuk-e esetleg ezt a hatalmas 7 gólos hátrányt csökkenteni, hogy aztán majd egy nyílt sisakos végjátékkal mondjuk kiharcoljuk a győzelmet, ez az optimista hozzáállás. Megvan a labda, Borgyos Panna, végig kell azt vinni. Nincs ember, most pedig odafigyelni keményen. Ez pedig már a 19. NKK találó a 12-esben Borgyos Pannától. 19-24. Na hát ez egy pimasz megoldás volt. Ez a 13-asban Szabó Fanni. Szabó Fanni kapott óriási labdát Mikó Grétától. És hát mondom, van még 15 perc hátra, és már lassan 30 kapott gólnál járunk, ez borzasztóan sok. 29-20. A mi javunkra billen egyet az eredmény, vagy még hozzá toldanak egy újabb fát a vendégek. Na most ebbe viszont Pocetnyik Luca beletette minden mérgét. 8-as számú mezben Pocetnyik Luca. Megint 10-en belül vagyunk, 34-25. És úgy tűnik, hogy a szegediek továbbra maradnak jó formában, a mieink pedig ebben a hullámvölgyben. Most ez a 29-es számú mezben Frányó Laura. Frányó Laura is termeli a gólokat, már negyedik. Pocetnyik Luca, bent van. És itt a hazai válasz. Na hát, ha valaki ilyeneket tud csinálni, akkor miért nem próbálja sűrűbben egy időn túli szabad dobással ér véget a mérkőzés. Az a mérkőzés, amely a NB1 B keleti csoportjának női szakágában a 9. forduló meccse volt, és hát a szegediek végig érvényesítették a papírformát, és végül magabiztos 29-36 arányú győzelmet arattak. Ezzel együtt sok sikert kívánunk a szegedieknek, és reméljük, hogy a mieink pedig kijönnek ebből a hullámvölgyből. Szeged ez egy jó csapat, fel is hívtam a lányok figyelmét. Én nekem nem a De nem a Szeged okoz meglepetést. Nekem minden mérkőzésen hétről hétre a saját csapatom okoz meglepetést, hogy múlt héten bután kézilabdáztunk. Most ugyanez megvolt most is, viszont nekem a szív is hiányzik ebből. Tehát azon kívül, hogy én nem is tudom, hogy egy-két játékos vagy a csapat hol van fejben, hogy a szívünket nem tudjuk kihozni a pályára, és gyakorlatilag, ha az első 10 percet veszem, akkor mondhatjuk rá azt, hogy lélektelen játékot produkál a társaság hétről hétre, és az a 10 perc minden mérkőzést eldönt.
Most is így történne, a 10. percben már a második idejét kérte ki. Amióta edzősködöm, de még azt mondom, hogy amikor játszottam, és én ilyet nem tapasztaltam, hogy nekünk folyamatosan 10 perc után már mind a két időt ki kell kérni. Na, egyszerűen érthetetlen számomra, hogy mi történik a játékosokkal, mitől ijednek meg, hogy nem tudjuk a pályára kivinni, hogy mi játszunk itthon, nekünk ez a mérkőzés milyen fontos, hogy nekünk ez erre a két pontra nagyon szükségünk van. Én ezt nem látom ezen a társaságon, és ez végtelenül elszomorít. Én megmondom őszintén, hogy tartottunk nagyon ettől a mérkőzéstől. Nyilván azért is, mert azért egy nagyon hosszú túra ez nekünk, Szeged-Balmazújváros távolság, valamint azért is, mert azt gondolom, hogy egy egészen jó csapat a Balmazújvárosi alakulat, és tudnak kellemetlen perceket okozni szerintem minden ellenfelüknek. Annak viszont nagyon örülök, hogy most nekünk nem sikerült kellemetlenséget okozniuk, és viszonylag az elejétől kézben tudtuk tartani a mérkőzést, és egy nyugodt győzelmet tudtunk aratni. Ez egy olyan társaság, akiben vannak nagyon jó képességű játékosok, mert én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül azzal van gond, hogy nem megfelelő szintű a játékos keret, hanem az egyik erre megy, a másik amarra megy, csak nem előre megyünk, és nem egy célt akarunk, hogy nincs olyan vezéregyéniség se támadásba, se védekezésbe, aki azt mondaná, oda menne a társához, és azt mondaná, hogy fejezd be. Figyelj oda, koncentráljál, nincsen olyan, hogy négy lövésből egy rutinos kapusnak négyszer így a kezébe játsszuk a labdát, és abból az ellenfél már vezet 4-0-ra. És folyamatosan hétről hétre ez történik. Nincs. Sajnos nincs, és egyszerűen ezt én nem is értem. És nem is akarja senki magára vállalni, mert nem akar konfliktusba kerülni a társával. Tehát ez egy nagyon jó lélekű társaság, mindenki el van, csak éppen ezzel nem lehet sportolni. Fiatal csapatunk van, ami azért magával vonza, én azt gondolom azt, hogy nagyon hullámzó a teljesítmény. Ezen dolgozunk nap mint nap, hogy próbáljuk ezt minél jobban kiiktatni belőlük, hogy ilyen hullámzó legyen. A mai nap pont jól sült el, aztán remélem, hogy a jövő héten folytatjuk ugyanígy. Volt-e olyan szakasz a meccsen, amikor azt érezte, hogy fölzárkózhatunk esetleg, a remény felcsillant? Ha jól emlékszek, kétszer jöttünk vissza 9 gólos hátrányból 5-re, de az első fél időben is, amikor visszajöttünk 5 gólra is, valami kis halvány remény sugár felcsillant, akkor gyorsan kétszer az ellenfél kezébe játszottuk a labdát. Majd ezen a meccsen voltak olyan jelenetek, amikor majdnem miattuk így, vagy saját kapunkra lőhettünk volna, és akkor még az ellenfélnek azzal se kellett volna kínlódni, valami elképesztő. Megint szereztünk 29 gólt ezzel, akár egy masszívabb védekezéssel meccset lehetne nyerni. Agresszivitás nélkül. Úgyhogy fölvállalom az ütközést, kimegyek, megfogom, megyek vele lábbal, egyszerűen nincs, nem ütközünk, nem fautolunk, keresztül szaladnak rajtunk, eladjuk a labdát, lesápadunk, nem futunk vissza, mindig megkönnyítjük az ellenfélnek azt, hogy meg tudjon bennünket verni, mert hogyha most megnézzük, hogy mi volt az első 10 percben a gólkülönbség, ugyanannyi a végén is a különbség. A jövő héten jövünk Hajdúnánásra, ismét egy jó túra elé nézünk, és az utolsó fordulóba pedig a tempót fogadjuk hazai pályán. Hát a Hajdúnánás mérkőzésre úgy készülünk, hogy szeretnénk győzelmet aratni, de azt gondolom, hogy azért az egy nagy meglepetés lenne, mert a Hajdúnánás évek óta hazai pályán azért nagyon jó erőt képvisel, de mint ahogy látjuk, azért itt a női NB1-B-be bármilyen eredmény benne van a pakliba, úgyhogy semmiféleképp nem feltett kézzel megyünk, onnan is szeretnénk elhozni a két pontot, az utolsó fordulóba hazai pályán pedig mindenképp csak a győzelem jöhet számításba. Tényleg azt mondom, hogy néha kínomba cserélek, hogy szélső támadó védekezik hármasba, mert legalább benne látok valami kis akaratot, egy kis tüzet. Az, akinek ott védekezni kellene, az arról elmennek folyamatosan, nem lépünk ki, nem ütközünk. Egyszerűen képtelenség. Hozzáteszem, hogy továbbra is az a probléma, hogy hiába voltunk most a mérkőzésen 15-en, mint mi pénteken is 4 mezőnyjátékossal edzettünk.
két kapussal, ami maradjunk annyiba, hogy még lehet, hogy Megyéres elég. Hogy látja a folytatást? Következik egy olyan mérkőzés a Pénzügyőr ellen, aki az egyik meglepetés csapat ennek a bajnokságnak. Azt mondom, hogy a tisztes helytállás a kitűzött cél, mert azért ne kergessünk hiú reményeket, mert Budapesten valószínűnek tartom, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. És akkor jön egy Hajdúnánás, aki jobb csapat, mint mi, viszont esetleg annyi, hogy a két szomszéd vár, illetve ugye mind a két csapatban vannak olyan játékosok, akik mind a két helyen megfordultak, illetve kicserélődtek, hát ha az egy másik mérkőzés lesz, és az egy presztízs harc, akár ez mindig így szokott lenni, akárhol helyezkedik el bármelyik csapat, de maradjunk annyiból, hogy igen, most úgy néz ki, hogy ezt, és akkor keresnünk kell olyan embert, aki középen a védekezésünket masszívabbá tudja tenni, aki felvállalja, magára vállalja hátul a vezéregyéniség szerepét, és a tavaszra meg kell találni azt a megfelelő egyensúlyt, hogy ne csak egy edzéseken találkozzunk, mert ez, mondom, ez még NB2-höz is kevés, nem hogy NB1-B-hez.